Üdvözlöm kedves barátaim, jó estét! Már több napja segítünk a városnak, ételosztással, zsákpakolással, homok, lapátolással. Most is itt vagyunk Szentendrén, most már itt lehet látni, majd fogtok a videóban figyelni, hogy milyen szépen itt ki van építve, a felemelve a kis falvédelem a víztől, és jöttünk egy jó csapattal, nagy csapattal, fogunk itt ügyelni, nekünk most megmondják a területeket, és hogyha baj van, akkor jelzünk, és azonnal elhárítunk. Hare Krishna! Mindjárt 4 óra, akkor én 3:30-tól 4 óráig itt sétáltok. Lehet hallani háttérbe kompresszor szivattyúzza a vizet. És az volt a feladatunk, hogy vannak, hát kellett nézni, hogy hol, ahol zsákok vannak, vagy ilyen gyenge pontok, hogy szivárok-e a víz, ami veszélyt tud jelenteni, de elég békés volt, jó sokan voltunk. 15, hát több mint 15-en voltunk, készültünk, hoztunk levest, volt ilyen kis péksütemények, és akkor, amikor már ilyen jó hideg volt, akkor mindenki kicsit evett, felfrissült, akkor mentünk további köröket, és mindenki kapott zseblámpát, egy polgármester is itt volt, hát itt van igazából, ő minket fogadott, nem csak minket, hanem az egész önkéntes polgárokat. Ő személyesen elmondta a feladatokat, személyesen velem megbeszéltünk a területeket, és mindjárt vége, megyünk vissza, aztán folytatjuk a mai napot. Hare Krishna!